Воскреслий, коли явився своїм учням неодноразово після воскресіння свого. Amikor a feltámad Úr többször is megjelent tanítványainak feltámadása után. Одним із його вказівок було: ідіть на цілий світ і проповідуйте Євангеліє. Egyik rendelkezése a következő volt: menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Ми могли би ці обітниці зробити тихенько в каплиці. A mai fogadalomtétel megtörténhetett volna nagyon diszkréten, zárt ajtók mögött a püspöki kápolnában. Але Ісус сказав: ідіть на весь світ. De az Úr Jézus azt mondja: menjetek az egész világra. Він не сказав: сховайте свою віру. Nem mondta, hogy rejtsétek el hiteteket. Сказав: ідіть, скакуйте, скачте, радійте, говоріть всім, що я воскрес. Azt mondja: menjetek, ujjongjatok, ugrándozzatok örömötökbe, lássa meg mindenki a hiteteket. Тому ми робимо з цього таку урочистість, щоб всі побачили. Ezért ünnepélyes keretek között tartjuk meg a fogadalomtételeteket, hogy mindenki lássa és hallja örömötöket, örömünket. І онлайн трансляція, щоб гості з Угорщини, з Німеччини, які не могли прийти, дивилися, і весь світ. Ezért van online közvetítés is, hogy azok, akik Németországból, Magyarországról sajnos nem tudtak eljönni, belekapcsolódjanak ebbe az ünneplésbe. Ідіть весь світ і проповідуйте, що Христос воскрес. Menjetek az egész világra, és hirdessétek, prédikáljátok, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt. Але недостатньо почути, що Христос воскрес. Nem elegendő csak meghallani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ми чуємо навіть сьогоднішні Євангелії, жінки сказали, що Христос воскрес, а учні не вірять. A mai evangéliumban éppen erről hallottunk, hogy az asszonyok tudomásul hozták az apostoloknak Krisztus feltámadását, de az apostolok nem hitték el. Női szóbeszédnek tartották. І, на жаль, це продовжується. Багато хто чув, що Христос воскрес. Sajnos hasonló jelenség mind a mai napig fennáll és folytatódik. Nagyon sokan hallják azt, hogy Jézus feltámadt, de kevesen hiszik. Але не всі зустріли його. Kevesen hiszik el, és nem sokan találkoztak a feltámadottal. Бо досвід з воскреслим перемінює життя людини. Mert a feltámadottal való találkozás megváltoztatja az ember életét. Коли людина зустрічається з воскреслим Ісусом Христом, тоді це стає центральною подією його життя. Mert amikor egy ember találkozik a feltámadottal, ez az esemény, ez a találkozás élete középpontjává válik. Це найважливіша подія зустріч з воскреслим. Az összes találkozó közül ez a legfontosabb és a legkiemelkedőbb találkozás Jézussal, a feltámadottal. І це стає центром життя людини. És ez válik az ember életének központi tengelyé. І те, що це є центром і основним, те інші теж бачать, що ця людина в центрі свого життя має зустріч з воскреслим. És a környezet is észreveszi, hogy ennek az embernek az életében, életének középpontjában a Jézussal, a feltámadottal való találkozás áll. Тобто той, хто зустрів Ісуса воскреслого, він зустрів найбільшу любов в своєму житті. Azaz, aki a feltámadottal találkozott, élete legnagyobb, leghitelesebb szeretetével találkozhatott. І не хоче втратити цей стосунок, не хоче втратити стосунок з воскреслим. És ezt a találkozást, ezt a viszonyt, ezt a szeretetet nem akarja elveszíteni. Тому зустріч з воскреслим переходить в спосіб життя з воскреслим. Ezért a találkozás Jézussal, a feltámadottal átmegy egy életstílussá.
Людина приймає Духа Святого, і вона перебуває в єдності з Христом Воскреслим, тобто перебуває в цій любові, якою наповнюється її серце. Az ember eltelik szent lélekkel, aki feltámasztotta a halálból Jézust, és ebben az atmoszférában, ebben a légkörben éli és tapasztalja ezt a hatalmas szeretetet. Декотрі це бачать і теж хотять це мати. Valaki ezt látja, és ebben a szeretetben szintén részesülni akar. А декотрі це бачать і кажуть, щось стало з ними. Valakik látván ezt azt mondják, hogy valami történt, valami betegség támadhatta meg az illetőt. Пішов у релігію. Igen, eszét vette a vallásosság. Пішов у монастир. Elment a kolostorba, állapítják meg szomorúan. У який то чин Богу посвячених дівиць вони війшли, що з ними сталося? Mi történt velük? Miféle Istennek szentelt szüzek közösségébe lépnek ezek be? Для багатьох це не зрозуміло. Sokan nem értik ezt. Це може зрозуміти лише людина, яка зустріла Христа Воскреслого. Megérteni, megsejteni, átérezni csak az az ember tudja, az a személy, aki találkozott a feltámadottal. Тобто недостатньо чути про Христа Воскреслого. Azaz nem elég csak hallani Jézus feltámadásáról. Потрібно досвідчити Христа Воскреслого. Tanúságot kell tennünk a feltámadottról. І властиво тому тут знаходяться, ми тут знаходимося, але тут в цьому етапі життя знаходяться Таня Марія, Кінга і Ванеса. Ezért vagyunk itt. És életüknek ebben a szakaszában jelen vannak a Tánya Mária, Kinga nővér és Vanessa. Тому що вони зустріли Воскреслого, живуть з Воскреслим, хочуть з'єднатися з Воскреслим і хочуть всьому цілому світові розповісти цю добру новину, що Воскреслий посеред нас. Mert életükben találkoztak a feltámadottal, vele együtt élnek, vele is akarnak maradni, és életük hátralévő szakaszában is tanúságot szeretnének tenni erről a találkozásukról. Один з центральних моментів, коли людина зустрічається з Воскреслим Ісусом, це те, що людина пізнає правду про своє життя. Az Úr Jézussal való találkozásnak egyik központi és nagyon fontos eleme, és ismérve, hogy az ember megismeri az igazságot elsősorban saját magáról. Що це за правда? Mi ez az igazság önmagamról? А ця правда, вона говорить про те, що я улюблене дитя Отця Небесного. Ez az igazság az, hogy én a mennyei Atya szeretett gyermeke vagyok. Тобто людина це починає переживати і досвідчувати, що я улюблене дитя Отця Небесного. Az ember ezt tapasztalja, és ebben a tapasztalatban él és mozog, hogy Isten szerelmes, szeretett gyermeke vagyok. Це стає основною правдою про мене. Ez válik igaz és autentikus igazságá rólam. Isten gyermeke vagyok. І я це починаю щораз більше переживати, що я улюблене дитя Отця Небесного. És egyre inkább tapasztalom meg életemben, valaki nagyon szeret, és ez a valaki maga az Úristen. І коли бачу людей, які це не досвідчують. És amikor olyan emberekkel találkozom, akiknek nincs ilyen tapasztalatuk, хочеться кричати. A legszívesebben ordítani, kiabálnék nekik. Вас любить Отець Небесний. A mennyei Atya szeret titeket. І ця любов є посеред нас через Христа Воскреслого. És ez a szeretet jelen van közöttünk, a feltámadt Úr Jézus által. Чого не вірите? Miért nem hisztek? Це одна з найбільших сумних переживань цього світу, що люди не знають, наскільки сильно їх Бог любить.
ennek a világnak a legdrámaibb és a legszomorúbb tapasztalata és szomorúságának oka, hogy nem tudják, nem is sejtik, hogy mennyire szereti őket az Úristen. Тому Бог кличе знову і знову, щоб посвятитися йому цілковито і нести цю новину цілому світові. Ezért hív, szüntelenül hív és szólogat az Úr embereket, férfiakat és nőket, hogy erről a szeretetről tegyenek tanúságot a világban. Кличе до священства, до монашества, до Богу посвяченого життя. Hív papsági, papi szolgálatra, szerzetesi életre, Istennek szentelt életre. Щоб переживаючи цю любов, бути свідками цієї любові для тих, хто ще її не пізнав. Hogy ezt a szeretetet megtapasztalva, ennek a szeretetnek tanúivá váljatok a világban, mindazok számára, akiknek még nem volt ilyen tapasztalatuk. Це покликання від Бога, ми його собі не придумуємо. Ez a hivatás nem egy kitalált dolog, nem önbemagyarázás, hanem ajándék, kegyelem Istentől. Тому ми, яких привабив до себе Христос воскреслий, ezért mi, akiket az feltámadt Úr Jézus Krisztus magához, mint egy csalogatott, просимо про те, щоб мати не тільки одноразовий, але постійний досвід Його близькості в нашому житті. Ezért imádkozunk, ezért könyörgünk, hogy a vele való tanálkozás nem egy egyszeri esemény legyen, felemelő, de egyszeri esemény, hanem állandó kapcsolat és élmény. І тому ми тепер, приймаючи ваші обітниці, які ви принесете, ezért most elfogadva fogadalmaitokat, молимося до Господа Ісуса Христа, щоб вас помазав такою силою Духа Святого. Azért könyörgünk és imádkozunk Isten szent lelkihez, hogy erősítsen meg és kenjen föl benneteket olyan erővel és kegyelemmel. Наповнив вас такою особливою любов'ю до себе. És olyan személyes szeretettel iránta töltsön el titeket. Щоб вона зростала кожний день. Amely képes minden nap növekedni. Особливо в тяжких хвилинах вашого життя. Különösen életünk nehéz időszakaiban. Щоб ця любов перемогла. Hogy ez a szeretet győzzön. Всякі тяжкості, страждання і спокуси. Legyőzzen minden nehézséget, problémát és kísértést. Які теж є частиною нашого життя. Amelyek szintén életünk részét alkotják. І скоріше за все будуть. Товариш влади теж вам. És több, mint valószínű, hogy előfordulnak életetekben. Тому наша молитва нехай тепер ви через нашу молитву хай вилиє Дух Святий свої дари і свою любов на всіх нас тут присутніх. Ezért kérjük Isten bő ajándékait, szent lelkének adományait az itt jelenlévőkre.